A mai napon szolgálattevőket köszöntünk, hiszen a mai vasárnapon, immár harmadik évben szentmisénket rendőrökért, rendőri szolgálatban szolgálatot teljesítőkért mutatjuk be. A Jópásztor vasárnapján, április 22-én Gyöngyösi Balázs, a Szent Istváni templom plébánosa, az Úr áldását kérte mindazokra, akik egyenruhát viselnek, és hazájuk megvédése érdekében szolgálatot teljesítenek Baján és környékén. Szent György a rendőrök védőszentje. Névnapja április 24-e, 1992 óta Magyarországon a rendőrség napja is egyben. Szent Istvánon az idén már harmadik alkalommal szentelték nekik a misét. Köszönettel tartozunk azért, hogy békében élhetünk, hogy ki tudunk menni az utcára, hogy biztonságban vagyunk, hogy vigyáznak ránk, mind a Baján szolgálatot teljesítő rendőrök, mind pedig a határainkon szolgálatot teljesítők, hiszen mi egy olyan nyugodt városban élhetünk, és amit ők biztosítanak. Az Isten tiszteleten részt vett András István, a bajai rendőrkapitány is, aki megköszönte, hogy ilyen módon is elismerik munkájukat és gondolnak rájuk. Nagyon-nagyon nagy tisztelet az atyának, az önkormányzatnak és minden szervezőnek, akik lehetővé tették azt, hogy ma itt lehessünk. Örülünk mi is, hogy néha megállhatunk, pihenhetünk és megemlékezhetünk az elmúlt egy évről, és különösen annak örülünk, hogyha ezt észre is veszik az állampolgárok, és azt látjuk, hogy egyre inkább elfogadnak minket, segítik a munkánkat. Mi a munkánkkal tudjuk szolgálni az itt élő embereket, és hát a rendet. A misén az elsősorban foglalt helyet Kőhalmi Csaba alezredes, aki a déli határon állomásozó egyenruhásokat irányítja. Elmondta, több vonalas határőrizeti rendszert működtetnek, amelynek fontos eleme a bajai rendőrkapitányság is, akikkel kiváló az együttműködésük. Ma határőrnek lenni egy igen komoly kihívást jelent, ismerve a jelenlegi migrációs helyzetet. A magyar államhatárra irányuló migráció folyamatos. Hál' Istennek, a technikai fejlesztéseknek, illetve a jó képzett állományunknak eredményesen tudjuk felvenni a harcot az illegális migrációval szemben. A két vezető a mise végén oklevelet vehetett át az alpolgármestertől, aki ebben a formában is megköszönte az egyenruhások áldozatos munkáját. A templom mellett pedig két szolgálati autó is parkolt, amelyekbe a gyerekek legnagyobb örömére bárki beülhetett egy rövid időre.